Belgrád a legnagyobb gócpontnak számít az újonnan felfedezett koronavírusos betegek számát tekintve, emiatt egyre több gonddal néznek szembe a szerb fővárosban, ezzel kezdte sajtótájékoztatóját a szerb államfő. Vučić a Koszovó és Szerbia közötti párbeszéd menetéről is szót ejtett. Szerbia nem može da prihvati da oni sa kojima razgovaramo, a to su predstavnici privremenih prištinskih institucija, ne ispune svoje obaveze iz prethodno potpisanih sporazuma i da govore de važno da Srbija prizna nezavisnost Kosova. A szerb államfő jó hírekkel is szolgált a lakosságnak. A gazdaságot tekintve Szerbia az év harmadik negyedében a legjobb helyen áll Európában, nálunk csökkent ugyanis a legkevesebbet a GDP ebben az időszakban, mondta Vučić. Kiemelte, a befektetések folytatódnak nem csak a gazdaság, hanem az emberek életszínvonalának javítása érdekében is. Moramo da završavamo gasovod, moramo da isplatimo određene stvari, imamo novac za to, moramo da ubrzamo ekspropriaciju na putu Preljena Požega, moramo da ubrzamo ekspropriáciu na Moravskom koridoru. A mini Schengennel kapcsolatban Vučić azt mondta, november 10-ig hozzák meg a döntést arról, hogy Szerbiából, Észak-Macedóniába és Albániába be lehet-e lépni PCR-teszt nélkül személyigazolvány felmutatásával.